Sohányi gyakornok nem vett még részt egyszerre az Audi Hungária gyakornoki programjában. A létszám ugyanis meghaladta a 300-at, legutóbb 24 egyetemista volt ott a beállítási napon. A fiatalokat Manuela Meske-Schubert köszöntötte, aki hangsúlyozta, az Audi Hungáriánál eltöltött idő az első naptól fogva magas értéket képvisel. A gyakorlat ideje alatt a hallgatók testközelből tapasztalhatják meg azt, hogy milyen az Audinál dolgozni. Így lehetőségük van arra, hogy megismerjék a termékeket és vállalati projekteken dolgozhassanak. Ezáltal csapatban tevékenykedhetnek és meggyőződhetnek arról, hogy milyen teljesítményre képesek. Így válhatnak később az Audi családtagjává. Talán már az eddigiekből is kiderült, az egyik alapelvárás az, hogy a programra jelentkezők nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi jogviszonnyal rendelkezzenek. Minimum 4 lezárt szemeszter az alapképzésben, ami elvárt, 8 hetet minimum töltsön el nálunk a gyakornok, ez alapfeltétel, mindemellett a német is nagyon fontos. Az Audi Hungáriánál több okból jó gyakornoknak lenni. Kiváló munkakörnyezet, jó csapat, szakmai segítség, több lépcsős juttatási rendszer várja őket. 3 havonta értékeljük a gyakornokokat, mind a szakmai kompetenciáik alapján, mind pedig a soft kompetenciáik alapján, milyen a kommunikációs készségük, csapatban való együtt dolgozási készségük. Mindemellett van arra lehetőségük, hogyha már fél évet eltöltenek nálunk a vállalatnál, és megfelelő értékelést kapnak, hogy külföldre is gyakornoki lehetőséget kapjanak. A beállítási napon külön köszöntötték az Audi Hungária idei 200. gyakornokát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem harmadéves gépészmérnök hallgatóját, Tóth Gergelyt. Azért választottam az Audi Hungáriát, mivel már gyerekkorom óta az az álmom, hogy az autóiparban dolgozhassak, és amióta a mérnöki kart választottam, azóta pedig első számú célom az, hogy mérnökként itt helyezkedhessek el. Leginkább azért választottam az Audi Hungáriát, mert szerintem itt a Dunántúlon ez a gyár és cég kínálja a legjobb lehetőségeket a gépészvonalon fejlődésre. Posgai Patrícia már fél éve gyakornok az Audi Hungáriánál. Elmondása szerint azért szeret itt lenni, mert tényleges szakmai tapasztalatokat gyűjthet az elméleti tudás mellé. Mióta én itt vagyok, azóta nagyon sok újdonságot tanultam, nagyon sok új dologban vehettem részt. Fokozatosan egyre több és egyre nagyobb feladatokat kaptam a szakterületen a kollégáktól és a főnökeimtől, ami részben egy visszajelzés olyan szempontból, hogy elégedettek a munkámmal. A beállítási nap egyik legfontosabb része a gyakornoki szerződések aláírása volt. Ezzel azonban még nem ért véget a munka, hiszen a nap végén a résztvevőknek kis csoportokban rövid színdarabokat kellett készíteniük, illetve előadniuk, elképzelésem és vágyaim a munkámról az Audi Hungáriánál címmel. A gyakorlat során a hallgatók vállalati projekteken dolgoznak. A szakmai oktatásokon kívül nem szakmai tréningek is a gyakornoki program részét képezik, így például a kommunikációs készségek és a nyelvismeret fejlesztése.